Rupert Tamás a vendégem, a harmadik budapesti fotós viadal főszervezője. Szeretettel köszöntelek itt nálunk. Köszönöm, és köszönöm a kedves nézőket is. Ugye úgy harangoztuk be, hogy harmadik budapesti, de ez nem korlátozódik csak ennyire, hiszen már ennek volt előzménye több vidéki városban is. Hol szervezted meg legelőször, és miért az első fotós viadalt? Így van, maga a fotós viadal az Veszprémből indult 2010-ben. Akkor még Szente Benjamin, akkori egyetemista társammal alapítottuk meg a versenyt. A közös fotoklubunkkal az egyetemi fényképészkör keretén belül, és Veszprémben sikeresen legszerveztünk 6 versenyt, Balatonfüreden 1-en, és idén így van, Budapesten most már a harmadik, így már a 10. fotós viadalt csináljuk. Azért Budapesten, mert végeztetek Veszprémben az egyetemben, és el kellett költözni, világot látni? Gyakorlatilag igen. Azóta a főszervezői gárda annyiban átalakult, hogy Illi Eszter kolléganővel szervezzük. Ő is Budapesten él, én is Budapesten élünk, úgyhogy megpróbáltuk itt kiteljesíteni a versenyt, és hát eddig úgy néz ki, hogy sikeres és évről évre gyarapodunk. És mit lehet tudni? Május 11-én lesz a verseny, addig szerintem még van néhány nap, hogy jelentkezzenek az emberek, és pont ez a randomság az, ami ennek a titka, én úgy gondolom. Igen, egészen a verseny reggeléig, illetve az előtte való estéig lehet előzetesen regisztrálni a versenyre a honlapunkon. A maga a verseny az nagyon röviden úgy néz ki, hogy összesen 8 témát kell megfotózniuk, és abban van az egésznek a különlegessége szemben egy országos vagy bármilyen fotópályázattal, hogy erre nem hetek, hónapok állnak rendelkezésre, hanem mindegyikre egy bizonyos időlimit, tehát maga a verseny is egy nap alatt lezajlik, egy nap alatt megcsinálja mindenki az összes témát, az összes fotón, és az egyes témákra megadott időkeret és egy megadott checkpoint áll rendelkezésre, ahol le kell adni azt a témát, tehát megkapja mondjuk a harmadik témáját az adott versenyző, és arra körülbelül van 40-50 perce, vagy esetleg másfél órája témától függően, és ezt le kell adni a következő állomás. Május 11-én derülnek ki a témák, vagy azért tudják a benevezők előtte, hogy mire készüljenek? Nem, ezek teljesen titkosak a verseny napjáig, illetve ugye még aznap reggel sem tudják az összes témát, hanem mindig csak a soron következőt. Ezáltal igazából mindenki egy egyenlő eséllyel indul, hiszen ugyanúgy várunk amatőr, illetve profi versenyzőket is, vagy profi fényképészeket. De ugye amire nem tud senki a múltjából készülni, az, hogy tényleg ott tudja meg a témát, nagyon rövid idő áll rendelkezésére, és igazából a kreativitására van bízva az egész. Azért a résztvevők gondolkodhatnak a témákon? Tehát, hogy az előző két eseményből kiindulva tudják, hogy mondjuk szobrokat kell, vagy éppen sétáló embereket fényképezni? Tehát így azért rá lehet erre készülni, vagy ők is élvezik ezt, hogy na, akkor majd ott, amit hoz a pillanat, az lesz? Igazából az elmúlt évek témáiból lehet egy nagyon picit felkészülni, tehát azért a nagyobb tematikákat mindig végig kell vinnünk a versenyen. Reggel elindulunk valamilyen sorszámhoz köthető témával, hiszen ez alapján azonosítja őket majd a zsűri is, és gyakorlatilag a végén pedig befejezzük egy naplezárási témával, ezeknek a címe, ez mindig változik, a témák nagy körvonala azért beazonosítható. Voltak olyan versenyzők, még legfőképpen Veszprémben, ugye a 6 viadal alatt, akik már kifejezetten készültek, és egy csomagtartónyi kellékekkel, tárgyakkal jöttek, illetve volt saját helyi ismerősük, ahova fel tudtak menni, például a 20 emeletes tetejére, és onnan gyönyörű panorámákat csinálni. Amatőrök és hivatásos fényképészek is versenyezhetnek együtt, egy kategóriában? Igen, egy kategóriánk van, ugye pont amiatt nem szeretnénk őket különvenni, mert igazából nem az igazi fényképészeti tudás számít, hanem maga a kreativitás és az, hogy ki mit lát bele az adott témába. Hány versenyzőre számítotok 2019-ben? A tavalyi számokból kiindulva tavaly a végső részvételi számunk a 117 fő volt. Idén a jelentkezők számát az 200 főben maximalizáltuk, úgy érezzük, hogy ez az, amit le tudunk kezelni. A jelenlegi számok szerint, ha jól emlékszem, akkor pont ma vagyunk ilyen 176 főnél. Egyénileg vagy csoportosan is lehet? Egyéni a verseny, de csoportok ki szoktak alakulni, akik igazából vagy már előtte egy baráti csoport volt és együtt jöttek el, de nagyon sok olyan kis baráti társaság összeverődik maga a verseny alatt, hiszen gyakorlatilag 8 órát, ha nem is szűk helyen, de azért bizonyos útvonalon belül együtt töltenek.
lassan több mint 10 éve főszervezői feladatokat látsz el. Mi ad neked még évről évre lendületet? Miért fontos ez számodra? Igazából az emberek, akik eljönnek, és tehát nagyszerű azt látni, hogy évről évre mindig egy kicsit többen, van nagyon sok visszajáró, van nagyon sok olyan résztvevőnk, akik már évközben is kérdezgetik, hogy ugye lesz, hogy ugye idén is meg fogjuk csinálni, és mikor lesz. Úgyhogy igazából maguk a versenyzők adnak nem csak nekem lendületet, hanem a teljes csapatnak. Úgyhogy így próbáljuk fenntartani magunkban is a lelkesedést, meg hát azért ez mégis egy saját ötlet, egy saját vonal, úgyhogy... Mekkora csapat dolgozik azon, hogy ez a 170-200 ember minél gördülékenyebben tudjon témát felhajtani? Jelenleg 5 fős a csapatunk. Ezt a csapatot úgy kell érteni, hogy akik a tényleges eddigi szervezésben vesznek részt, aznap viszont 15 fővel állunk rendelkezésre a versenyzők számára, illetve a képek átvételére. Kell valami fajta engedélyt is kérni itt a fővárosban, hogy azért ennyi ember elindul és csapatban pontról pontra körbejár bizonyos helyeket, tehát úgy... Hát azért 170 emberre mondjuk oda gyűlik egy kis parkba madarakat fotózni, az elég nagy tömeget jelent. Igen, szerencsére elég nagy a város, még hogyha egy kicsit a belvárosi részről is beszélünk. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a 170 fő együtt elindul, és ténylegesen mondjuk kimegy a város Liget adott szegletében, mert azt mondtuk neki, hogy ott kell megcsinálni fotót, hanem igazából az a 170 ember ez, aki amerre lát, amerre úgy gondolja, hogy jó lesz a téma, illetve azért a nap délutáni részére már tényleg egy ilyen 10-20 fős csoportok maximum, amit megjelennek a város adott pontjain. Maguk a leadási állomások, tehát maguk a checkpointok, azok pedig kávézók, bárak. Tehát akkor össze kell dolgozni, igen, minél több szolgáltatóval. Igen. Beszéltünk a nyereményekről is, mert azért biztos van, hogy valakit az motivál. Miket kaphatnak a helyezettek? A 3 nyertes sorozatot tudunk idén díjazni. Az első és a második helyezett is egy-egy fényképezőgépet kap, az első helyezett egy tükörreflexes fényképezőgépet, még a második helyezett pedig egy Miltz fényképezőgépet fog kapni, de még további rengeteg díjunk van. Például gyerek kategóriában is. Mi számít gyereknek nálatok? Mekkora kicsikék mennek el évről évre? Mi 14 éves kornál húztuk meg ezt a határt. 14 éves kor alatt egyrészt ingyenes a résztvevőknek, másrészt őket még azért egy külön kategóriába tesszük. Nagyon ügyes versenyzők vannak. Ha jól emlékszem, akkor idén lesz 8 év alattink is. Igen, természetesen szülőkkel, tehát nagyon sok család együtt jön el, ahol esetleg az apuka fotózik, meg még esetleg 2-3 lurkó mellette. Mi a napján döntötök a helyezésről? Lesz egy szakértő zsűri, vagy pontozás alapján? Hogy történik? A versenynek a fő támogatói is maguk a nagyobb fotós márkák, és ahogy az elmúlt 2 évben, mióta Budapesten vagyunk, idén is ők fogják alkotni a zsűrinek a legnagyobb részét, illetve Dusa Béla, szegedi fotóművész lesz a zsűrinek az elnöke. A zsűrinek nagyon nehéz dolga lesz, hiszen hogyha már csak a tavalyi évet nézzük, tavaly is közel 1000 darab fényképet kellett végignézniük. Erre azért mi hagyunk nekik időt, nagyjából augusztusra várható az eredmény. Mindenki egyesével lepontozza az összes képet, és a pontozásból áll össze egy végső eredmény. És akkor végül is augusztusban fogtok eredményt hirdetni, de most május 11-én ez az esemény. Aki szeretne jelentkezni, az hogyan teheti meg, és hol találkoztok reggel? A www.fotosviadal.hu oldalon lehet regisztrálni, ugye ahogy mondtam, péntek éjfélig. Szombaton reggel pedig a béketéri, szegedi úti főtámogatói üzletünkben fogunk találkozni. Akkor meglátjuk, ott leszünk, mit tudunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.